Jó hangulatú piacnapra ébredtek a vásárlók és az eladók is a Jancsárkertben, hamisítatlan nyári forgatag fogadta a vásárlókat. A termelői és biópiacon az őstermelői árukra a nagy forróság szombatján sem lehetett panasz, továbbra is az eddig megszokott minőségben, mennyiségben és áron juthattak hozzá a termékekhez a vásárlók, bár a gyümölcsösöket alaposan megviselte a szokatlan hőség. Szinte a fán sülnek meg a gyümölcsök a nagy meleg hatására. Itt is nagyon figyelni kell, hogy mikorra érnek be, és vagy mikor kell leszedni a fáról a gyümölcsöket. Ugye ez közismert, hogy nagyon összeértek a különböző gyümölcsfajták. Most már szinte egy-két hét múlva a szőlőt várjuk, vagy van, aki már említette, hát hihetetlen július végén, vége felé tartunk, és hihetetlen szinte, hogy már az első szőlők megjelennek a piacon. Ahogy azt Schulz György is megjegyzi, az időjárás okozott nehézségeket, de a minőségi őstermelői áru így is gyorsan gazdára talál. A választék bőséges zöldségekből, tojásból és sajtokból is, ugyanakkor a húsoknál a megszokottnál kisebb. Azt tapasztalni, hogy kevéssé érzékenyek erre a szélsőséges időjárásra, amivel most szembesülünk ezen a nyáron. Folyamatosan tervszerűen próbálják meg az állományt úgy tartani, amelyben a szezonnak megfelelő keresetet ki tudják elégíteni. Tehát most nyár van, ilyenkor egy kicsit azért kevesebb a vásárló, alacsonyabb a kereslet, és ilyenkor kicsit visszafogják a piacra hozott húsmennyiséget is, majd később ezen majd változtatnak. A Jancsárkert továbbra is népszerű a vásárlók körében, az ide látogatók továbbra is megtapasztalhatják, hogy az őstermelők vegyszermentes árui milyen kiváló minőséget képviselnek.